Lapszemlézni fogunk Prim Nagy Ferenccel, a Terézváros Újság főszerkesztőjével, és elfoglalatlanság nélkül, amikor végig lapoztam ezt a lapszámot is, elmondhatom, hogy nincsen még a fővárosban egy olyan kerület, akinek ilyen színvonalas lapja van. Én az elmúlt időszakban kicsit kutakodtam kerületi tévék, kerületi újságok témakörében, megmondom őszintén, hát az újság, most a tévékről nem akarok nyilatkozni, hogy az újság magasan viszi a Primet. Azt bizton és nagyon jó szívvel állíthatom. Éppen ezért fölhívom a kedves nézők figyelmét, hogy minden terézvárosi lakos nézze meg az újságos ládáját, hogy érkezette be lap, hiszen a Magyar Posta terjesztése, mondjuk, hogy mindenkihez eljut, hiszen elviekben minden egyes háztartásban ott kellene, hogy legyen. És érdemes eltenni őket is, mert olyan értékeket tartalmaz, nem csak a napi eseményeket, hanem olyanokat, amelyek sok-sok év múlva is értéket fognak képezni. Úgyhogy ez volt az én kis elfogulatlanság nélküli bevezetőm. Kezdjük az aktualitásokkal, Feri, hiszen azt gondolom, hogy minden olyan dologról beszámoltok, ami éppen fontos a kerületben. Nyilván erre van az újság. Egyrészt köszönöm szépen a dicséretet, igyekszünk jót csinálni. Ami fontos most ennél, hogy nyár van, és már hagyományosan a nyári hónapokban, júliusban, augusztusban mindig egy lapszám van, és egy emelt, tehát a szokásos 28 oldal helyett 40 oldalon jelenik meg a Terézváros, de csak havonta egyszer. Tehát még az augusztus is ilyen lesz, ami augusztus végén 30-án jelenik meg, aztán visszatérünk rendesen a havi kétszerire. Ezt részben a események száma még indokolja, részben meg nyilván a nyári szabadságolások is, úgyhogy próbálunk mindent beletenni 40 oldalba, ez hol jobban megy, hol kevésbé. Kezdjünk hozzá. Akkor. Kezdjünk hozzá. Hát nagyon sok minden visszaköszön, ugye, hiszen mi is minden éles eseményen ott vagyunk, tehát láthattak már nálunk is színes összefoglalót a Széchenyi fürdőben levő egészségnapról, a fogászati rendelőnek, gyermekfogászati új eszközöknek az átadásáról, és még sorolhatnék nagyon sok mindent, amiről mi a jövő héten fogunk beszámolni, de már az újságban itt van, hiszen a forgatócsoportunk pont ma van lent a TEKA táborban, illetve a siófoki üdülőbe, megelőzve bennünket, erről a siófoki üdülőről már található egy cikk. Szeretném, hogyha a benyomásaidat elmondanád. Ugye azért volt ez nagyon fontos, mert az utolsó testületi ülésen született döntés arra, hogy az önkormányzat vásárol egy üdülőt Siófokon, ahova rászoruló családok mehetnek nagyon jutányosan, tehát tényleg nagyon olcsón nyaralni. Ez egy háromszintes, 11 szobás üdülő, és lementünk mindjárt akkor, amikor az első turnó, ehhez pályázat is tartozik, nyilván ezt a szintén az újságból lehet tudni, tehát amikor megszületett a döntés, megvette az önkormányzat az üdülőt, és elkészültek az üzemeltetés feltételei, akkor írt ki az önkormányzat egy pályázatot. Ez elég gyors volt. Tehát mi kíváncsi voltunk arra, hogy hogyan vannak ott, és meghosszabbodott a pályázati határidő. Az eredet. Hát el kellett, hogy jusson az emberekhez a hír. Egyrészt el kellett, hogy jusson, ezért is hosszabbította meg a humán politikai főosztály a pályázati határidőt. Mi meg akartuk mutatni tulajdonképpen az, hogy miről is beszélünk, mert addig arról volt szó, hogy van egy üdülő, amit megvásárolt az önkormányzat, de egy ilyen riport, amikor lemegy a munkatárs, és valóban vannak már ott családok, az azért mégiscsak más, mint ha mutatunk képeket egy épületről. Tehát fontos volt az, hogy ott legyünk és megmutassuk, hogy ott vannak terézvások, és hogy érzik magukat, hogy néz ki ez az egész. Annyi talán látható ebből az írásból, hogy épp olyan napon sikerült oda jutni, amikor nem a napsütött, hanem kicsit esős volt, de ez mit se befolyásolt. Tehát szerintem az, hogy én nem nagyon érzékelek ilyen döntést tulajdonképpen, hogy egy önkormányzat azért vesz üdülőt, hogy az általa
irányított kerület lakosainak a nyaralásába segítsen. Ez egy, azt gondolom, hogy viszonylag ritka döntés, és viszonylag egyedi elképzelés. És igen, jó döntésnek jó. Gondolom én, ez valóban az, hogy az önkormányzat igyekszik tényleg mindig minden helyen segíteni ott, ahol lehet. Tehát azt, hogy az önkormányzatoknak vannak ingatlanai, vagy üdülői, ez egy bevett dolog, igen. Hiszen a Dunabogdány is egy ilyen ingatlan, egy ilyen üdülő. Több kerületnek is van, méghozzá külföldön is van, Erdélybe, itt-ott, amúgy saját magam is többet tudok. De olyanról, hogy a kerületi családoknak bocsássák rendelkezésére, pláne a nagycsaládosoknak, vagy rászorulóknak, erről én még nem nagyon hallottam. Remélem, hogy a beszélgetésünk után esetleg jönnek példák, és azt mondják, hogy nálunk is van, ami azért jó, mert abszolút. Az egy abszolút visszaigazolás annak, hogy egy jó döntést hozott az önkormányzat a üdülő vásárlásával. Hát az én inkább azt gondolom, hogy minden önkormányzatnak tulajdonképpen, vagy a legtöbb önkormányzatnak volt ilyen nyilván régről. Az, hogy most legyen, az nem biztos, hogy jellemző. Én legalábbis nem nagyon tudom, de mindent összevetve mégiscsak az a lényeg, hogy ez beleilleszkedik abba a tevékenységi vonalba, amit a polgármester asszony sokszor elmond, hogy mindenhol, minden élethelyzetben érezzék a terézvárosiak azt, hogy számíthatnak az önkormányzatra. Ebbe bizonyosan beleillik. Hát egyébként, hogyha csak az iskolánkra gondolok, akkor az már egy elég nagy bizonyíték, ez egy másik oldalról közelíti meg ezt a fajta gondolkodásmódot. Na mit tapasztaltál? Milyen ez az üdülő? Hogy érezték magukat, akik ott vannak? Alapvetően jól érzik magukat, akik ott vannak. Az üdülőt tulajdonképpen, hát arra a tapasztalat eleve az volt, hogy az jó, mert hogy ugye nyilván felmérték, megnézték, készült rá, készült rá értékbecslés, tehát hogy az ment a maga útján, úgy tűnik, hogy szeret, aki ott van, az szeret ott lenni, én azt gondolom, hogy ebben nagyon nem is lesz változás, miért ne szeretnének az emberek. Hát, hogyha ilyen lehetőséget kapnak az emberek, hogy tudnak menni, ami manapság már eléggé ritka, hozzá kell tennem, hiszen mérhetetlenül drágák a nyaralások, pláne Magyarországon. Alapvetően azt gondolom, hogy nyilván itt az idő rövidsége miatt, de be fog ez állni, szerintem ez része lesz a terézvárosiak életének. Reméljük, hogy így lesz, és nagyon sokan fogják tudni élvezni ezt a lehetőséget. Testvérvárosaink vannak. Az iparosok hogy kerültek Lentibe? Mert van egy ilyen cikk, hogy terézvárosi iparosok Lentiben. Hát ez volt egy ötlet, azt hiszem a Szalai Zsolt ötlete, hogy látogassanak le a terézvárosi ipartestület tagjai Lentiben, és nézzék meg, hogy mi történik a Lentiben lévő iparosokat, illetve hát, hogy hogyan működik egyáltalán maga a iparosság, nem egy nagyvárosban, hanem egy kisvárosban, egy olyan helyen, ahol a környezet nyilván a magyar valóságból következem inkább falusias. És hát ebből lett egy kirándulás, aminek az írása itt van. Én mindenkitől azt hallom, hogy ez egy nagyon jól sikerült kiállítás, és ha már azt mondom, hogy van egy intézményes kapcsolat önkormányzatok között, testvérvárosi és intézményes kapcsolat, ugye, mert ehhez azért azt tudni kell, hogy folyamatos a lenti gyerekek terézvárosi nyaralása, illetve a terézvárosiak lentiben való részvétele, akkor ez egy következő szála, hogy szorosabbra fűzhető két település kapcsolata. Minden ilyen szerintem jó, praktikus, üdvözlendő, mindenkinek hasznára van, az itteni iparosoknak, az ottaniaknak, akik jönnek, igen, viszonozzák ezt a látogatást, tehát hogy azt gondolom, hogy ezek szorosabbra fűznek kapcsolatokat, amiben mindenki épülni tud bizonyosan.
volt egy másik testvérvárosi igen, program ugye is. Azt tudni kell, hogy a testvérvárosainknak az ünnepei, azok többnyire ugyanolyan kötöttek az évben, mint a miénk, mint ami terézvárosi búcsunk, mint ami, igen, ami ugye teréznaphoz kötődik. Általában a július az a temeriné, és akkor azt hiszem augusztus vége, szeptember, inkább augusztus utolsó napjai lesz, amikor Kézdivásárhelyen városünnep van. Tehát ezek azért minden évben várható és tudható események, ahogy most éppen Temerinben a Szent Illés nap, ahol szintén ott vagyunk minden évben, ahogy a temerinék itt vannak teréznapkor. Van szó a Dunabogdáni táborról, versenyzésekről, Koncz Gábor 80. születésnapjáról, hogy csak egy pár cikket említsek, a Benczúr kerti estékről, természetesen nem maradnak ki a rendőrségi hírek, és Szandiról is van egy nagy-nagy cikk, amit szívből ajánlok. Azt gondolom, hogy aki kim volt a Terézvárosiak napján, az megtapasztalhatta, hogy mennyire fantasztikus egyéniség Szandi. De egyébként az egész nap igen jó sikerült. Ott találkoztattak Oswald Marikával is, aki ugye Honti Hanna díj és Rátonyi Róbert gála kapcsán szintén bekerült a lapszámba. Ez milyen volt ez a gála? Hát ezt írást kaptunk róla, tehát ez ugye arról van szó, hogy az Operett Színház díjat, részben díjat alapított ez a Honti Hanna díj, részben a Rátonyi Robert Fesztivált meg Veszprémben rendezték meg, szervezték meg először az operett népszerűsítésére, ha egyáltalán kell ezt a műfajt népszerűsíteni. Ez volt az első, és hát tulajdonképpen az Operett Színház színészei adtak elő Veszprémbe, tehát valamilyen módon terézvárosi kötődésű az esemény, már nem csak azért, mert Honti Hanna is itt énekelt, meg Rátonyi Róbert is, hanem azért is, mert valahogy az operett az mégiscsak ide kötődik több más mellett. Úgyhogy mindig jó, tehát én azt gondolom, ez már így magánemberként, hogyha egy műfaj a saját nagyjait megbecsüli, és intézményesen becsüli meg, az minden műfaj esetében valószínűleg nagyon fontos, és említése is érdemes, tehát azt meg, hogy ki volt Honti Hanna, azt az ifjakon túl mindenki tudja. Reméljük, hogy az írások kapcsán szintén egy picit majd visszapörgetnek az időben ők is, és akár az internetes felületeken, YouTube-on letöltenek egy-egy meg, hát jó, tehát dalt. Az azért igen, jó igen, ápolni igen. A félmúlt. Félmúltat is, mert hát ugye azért mégiscsak olyan egyéniségekről beszélünk, akik hosszú időn át meghatározó szereplői voltak a magyar kulturális életnek, és az a jó, hogyha ezt tudjuk, hogy hosszú ideig meghatározott szereplői voltak, mert az örökségük itt van velünk, de erről is tudni csak akkor lehet, hogyha tisztában vagyunk a valamikori szerepükkel, tehát. Két írást ajánlok még, az egyik Ferdinándi Györgynek a Forgácsok című írása, és Horváth Júlia Borbálának a Nyári Jézuska című írását. Az annál is inkább, mert igen büszkék a lapszerkesztői, és azt gondolom, hogy mindenki, hogy ilyen típusú és ilyen kaliberű írók írnak az újságunkba, és lapozok is egyel tovább, mert itt van még könyvajánló is, meg sok minden, de eljutottunk a panoptikumhoz. És a színes Terézvároshoz, ami számomra mindig olyan értéket képvisel, ami miatt azt gondolom többek között, hogy nem csak az eseményekre való visszalapozgatás a lényeges, hanem azért, mert ezek azok a helytörténeti fantasztikus értékek, amelyek olyanná teszik a lapot, igen, mint amiről most az elején beszéltem. Úgy tűnik, hogy sikerült nagyon nyárinak lenni ezekkel, tehát ugye ezek az írások mindig úgy készülnek, hogy vagy valamilyen határozott tematika mentén, vagy éppen valaminek a kapcsán készülnek, és ilyen most például a Fortepánon egy nagy fotó, amit ott látunk, egy régi fagylaltos kocsi, körüli kép, ami, és akkor innen indult el, és hát a szerzőnk az
akit ismerünk, az olyan, hogy akkor, ha belebonyolódik, akkor úgy átnézi. Tehát van egy kicsi fagylalt történelem, tehát ami ezekben a napokban talán pont testhez álló is. Ami kiderül, hogy nagyon érdekes, tehát 5000 éves a fagylalt, amit az ember nem is gondolna igazán, de így van. Tehát a kínaiak találták és kezdték el. A másik pedig az, amiben Terézváros bővelkedik, ez pedig a balkon, és ebből itt néhányat föl is villantunk, tehát ez a miénk, és pont arról beszélgettünk a szerzőkkel, hogy van, ahol ennek igazi kultúrája van, mégpedig Sevillában például balkonversenyt írt ki az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy minden évben egyszer értékelik a város erkélyeit és balkonjait, és díjazzák a legszebbeket. Tehát akár nyitva is van előttünk a lehetőség, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezzel kezdünk valamit. Az biztos, hogy nagyon sok szép építettet, tehát olyan erkélyünk van, amit az építészek álmodtak. Na most az, hogy ezek milyen állapotban vannak, azt nem tudjuk, de hát Terézváros a balkonok kerülete nyilván, tehát. Végül izgalmas fotók a mai Manó házban, amire fölhívom a figyelmet, hiszen azt már megszokták, hogy mindig van benne gasztronómiai cikk is, és még nagyon sok minden más, ami miatt érdemes nem csak nap mint nap, hetente forgatni a Terézvárosi újságot, hanem nagyon eltenni. Én hívnám még fel a figyelmet valamire, ami nem annyira látványos, de legalább fontos, hogy a nyári két számban jelenik meg általában a Terézváros kártya elfogadó helyeinek a táblázata. Aha. Ez ugye a terézvárosi kártyával rendelkezőknek fontos információ, mert megtudhatják, hogy hol és milyen kedvezménnyel jár a Terézváros kártya. Ez többnyire meglehetősen nagy táblázat, ezért általában a megnevelt oldalszámú nyári számokban van benne. Ahogy most is, és benne lesz nyilván az augusztusiban is, mert ennek alapján tudnak tájékozódni, tehát ez alapvetően egy praktikus és fontos információ, ha valaki elteszi, akkor igaz egész évre. És ez egy egészen változatos táblázat, igen. Mert a szélvédői javításon keresztül a cukrászdákon át, a gyógyszertárakon keresztül, igen, nagyon sok minden található benne, és 5-10 és még 20%-os kedvezmények is vannak, tehát mindenképpen érdemes végig böngészni, hiszen nem lehet tudni éppen kinek, mikor, mire van szükség. Abszolút, persze. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad a nézőkkel. Kedves nézők, most már ott kell, hogy legyenek az újságos ládákban ezek az újságok, hogyha nem érkezik meg, akkor mindenképpen jelezzék a sajtókukac@terezvaros.hu e-mail címre, vagy egy levél útján, vagy megkeresés útján a Terézváros szerkesztőségébe, hiszen azért dolgoznak a munkatársak, hogy színvonalas lapjukkal minden kedves olvasóhoz eljussanak. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!